Nem ez lesz az Otherworld legterjengősebb videója, de hogyan is lenne az, hiszen a videó alapanyagául szolgáló Inside sem hosszabb 4-5 óránál, ezzel pedig alig nyújt többet a Play Dead másik sikerjátékánál, a Limbónál. A játék in medias res indul, még menüt sem kapunk, semmit. Egy fiú fut balról jobbra, néha pedig jobbról balra, az egész játék alatt egy büdös szó nem fogja elhagyni senki száját, nem fogunk sem olvasni, sem látni konkrét történetelemeket, vagy legfeljebb csak azokat. Az Inside egy 4 órás futást ismeretlenbe, miközben a pályaszerte elszórt szimbolikus elemekből legózzuk össze, hol lehetünk, mit csinálunk, és mi is ez az egész. Az egész Inside használ összesen 5 gombot, az iránybillentyűket és az interakció gombot. Utóbbival fogjuk kezelni a platformokat, vagy kiemelni a háttérből tárgyakat, hogy azon felkapaszkodjunk, vagy más módon segítsék előrejutásunkat az ismeretlenbe. Nincs jobb szó, és bocsássátok meg a franciámat, de olyan kibaszott groteszk ez a játék, amilyen talán még a Limbo sem volt. Egy 6-8 éves forma kisfiúval menekülünk a ránk szabadított kutyák elől, víz alatti sellőszörnyek és persze a karhatalmi erők elől, akik amint elkapnak, kiszorítják belőlünk a szuszt. Közben látjuk, ahogyan marhavagonokban szállítják az embereket, ketret számpakolják őket jobbra-balra, miközben a még szabadon masírozó öntudatlan polgárok egy Pink Floyd klip benyomását keltik. A világ egyszerre tűnik jelenkornak és jövőnek. Néha azt éreztem, hogy idegen lények szállták meg a világot, máskor pedig, hogy egy kormánykísérlet részei vagyunk. Persze konkrét bizonyíték egyikre sincs, és nem fog erre magyarázatot adni sem a normál, sem az alternatív befejezés, viszont képes valamire, amire a legtöbb játék nem. Elgondolkodtat. Ez tipikusan az a 4-5 óra hosszú tartalmas kaland, aminek minden egyes óráján érdemes elgondolkodni. Nem a magasztos háttér gondolatokon, hanem a látványon, ami rettenetesen intenzív. A YouTube is tele van okfejtésekkel, melyek közül egyébként meglepő, hogy milyen sok kezeli az Inside-ot egy Call of Duty szintjén. Van az ellenség, mert az kell, hogy legyen. Na, szóval ő áll az egész mögött, ezért mivel mi nem ott vagyunk, hanem itt, így nyilván mi vagyunk a jó fiúk, de nyilván minket is irányít, de mégsem. Az ellenfél, amikor megöl, akkor sem próbál megölni, hanem, mint később kiderül, segíteni akar. Én maximálisan értem és tiszteletben tartom a szabad véleménynyilvánítást, sőt kifejezetten kardoskodom mellette, elvégre enélkül az Otherworld sem létezne, de vannak azok a játékok, amiket nem szükségszerűen kell konkrét audiovizuális bizonyítékok alapján értelmezni, és kiváltképpen nem azon a tengelyen, hogy az Inside a Limbo előzménye azért, mert itt még vannak emberek, meg technika, ott meg nem volt, csak sötét óriáspókok. What? Aki így akarja felgöngyölíteni az Inside lényegét, szerintem jobb, ha hozzá sem fog. Nekem van egy tippem, hogy mi lehet a lényeg, de nem akarok belemenni, mert ezt az utazást mindenkinek magának kell átélnie. Az Inside azon ritka játékok egyike, aminek az üzenete a játékos lelkének stimulálásával kerül felszínre, ennél fogva a játékosra van bízva, hogy amit lát, abból mi csapódik le benne. Ehhez az Inside nem restelmedni a horror és a szürrealizmus alkalmasít olyan beteg abstrakciójáig, ahol már tényleg elveszítjük a kapcsolatunkat a racionalitással. Lebegünk a Play Dead összetéveszthetetlen hangulat vákumában, és kiélesedett érzékszervekkel figyelünk minden hangra, képre és eseményre, ami hatással lehet ránk. A játék 4 órán keresztül hívja életre a bennünk rejlő szorongásokat, félelmeket, legyen szó történelmi árnyékokról, vagy az ember gonoszságáról. Mégis úgy érzem, hogy nem azoktól kell megijednünk, akikből előkerül valami sötétség, hanem aki úgy áll fel az Inside elől, hogy neki ez nem jelentett semmit, mert ők már valószínűleg a zombiként masírozók hadát erősítik, és higgyétek el, na az félelmetes. Sziasztok!